Tudtad, hogy a választási csalásokra és visszaélésekre nem csak a választás napján kell figyelnünk? Leplezd le, ha ki akarnák csavarni a kezedből a döntés jogát, ha visszaélnek az adataiddal, vagy ha voksturizmussal akarnák befolyásolni a szavazást. Adatokkal való visszaélés. Az előző választáson is voltak, akik úgy kerültek be mindenféle névjegyzékbe, hogy ők maguk nem kérték és nem is akarták ezt. Ha valaki megszerezte az adataidat, kérhet a nevedben mozgóurnát, vagy feliratkoztathat a nemzetiségi névjegyzékbe. Olyan eset is előfordulhat, hogy akaratod ellenére átjelentkeztetnek egy másik településre, vagy külföldi szavazásra regisztrálnak. Ez mind azzal járhat, hogy nem tudsz akkor és úgy szavazni, ahogy szerettél volna. A jó hír, hogy könnyen megelőzheted ezt. Ellenőrizheted, hogy milyen névjegyzékekben szerepelsz, és töröltetheted magad ezekből. Kamupártok. Évek óta problémát okoznak a választások előtt a semmiből előbukkanó kamupártok, amik úgy tudnak minél több állami támogatáshoz jutni, hogy a lehető legtöbb jelöltet állítják. Ehhez sokszor jogellenesen szereznek ajánlásokat, egymás ajánló íveiről másolják a neveket, aláírásokat. Egyszerűen megtudhatod, hogy visszaéltek-e az adataiddal. A lakóhelyed szerinti jegyzőnél érdeklődhetsz erről, de a Nemzeti Választási Iroda oldalán is utána nézhetsz. Ha ellopták az adataidat, akkor az adatvédelmi hatósághoz és a rendőrséghez is fordulhatsz. Voksturizmus. Szintén régóta élnek vissza fiktív lakcímekkel. Ekkor sok választót jelentenek be egy lakcímre pusztán azért, hogy szavazhassanak egy adott településen, miközben nem is élnek ott. Bár egy tavaly év végén elfogadott törvény után ez már nem bűncselekmény, de továbbra is visszaélésnek számít. És vannak eszközeid, hogy fellépj ellene. Járj nyitott szemmel, igényelj adatot, kövesd a népességszámváltozásokat a Nemzeti Választási Iroda oldalán, fordulj a nyilvánossághoz, vagy írj választási kifogást. Ha segítségre lenne szükséged szavazatod megvédésében, keresd jogsegélyszolgálatunkat telefonon vagy e-mailben.